A második Timóteusi levél negyedik részének 6-tól 8-ig terjedő verseit olvasom. Kiemelkedő vallomástétel ez Pál apostol tollából. Mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igazbíró a ma napon. De nem csak én nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Az apostol látja, érzékeli, nyilván az Úrral való kapcsolatában is megértette, hogy elérkezett a szolgálata végéhez. És azt mondja, hogy megáldoztatom. Igen. Úgy tudjuk, nem írja a Biblia le az apostol életének a végét, hogy lefejeztette Néró császár, talán 64-ben, őt is, amikor a keresztjén üldözés folyt. A részletekről azért is nem ír a Biblia bizonyára, mert nem Pál apostol haláláról van szó, hanem Jézus haláláról és föltámadásáról az egész Szentírásban. És az apostol úgy szolgál, hogy kész mártír halált halni. Csak hogy a futását elvégezze. Olyan szép kifejezések ezek. Ama nemes harcot megharcoltam. Futásomat elvégeztem. A hitet megtartottam. Testvéreim, de jó, ha így érkezhet egy ütött, kopott magunk fajta hívő ember a finisbe, hogy futásomat elvégeztem, ama nemes harcot megharcoltam, a hitet megtartottam. Tudja az apostol is, hogy nem magának köszönheti, és azt is, hogy a hit tartotta meg őt. De az Úr kezében az ő élete egyértelmű kifutást kapott, és befutást az Isten országába. Azt mondja, hogy elérkezett az én elköltözésem ideje. Olyan különös görög szót használ az elköltözésre. Gondoljátok el, amikor a nyájjal lelegeltették egy helyen a füvet, és áttelepültek egy új legelőre, akkor ugyanezt a szót használták, hogy elköltözés, az az eredeti görög szó. És az apostol is, amikor itt lejárt az én időm, és új mezőre költözöm, új mezőre helyezem át, vagy helyez át engem az én Uram. A másik az volt, hogy amikor eloldottak egy Békióba lévő lovat, a Békióból, vagy az istállóba megkötött állatot, és kiengedték a szabadba. Az apostol a bilincseitől szabadult, és az ő új országában teljes szabadságot élvezett. De ugyanezt a szót használták, amikor a hajót elkötötték, a doktól indult a hajó az útjára, a túlsó part felé. Hát ő is azt mondja, hogy eljött az indulás.
És olyan jó nekünk, hogy a hívő ember Isten egyik kezéből átkerül a másik kezébe. És nem vesztes lesz. Akik körülötte élnek, azok lesznek vesztesek, különösen, hogyha áldott élete volt. Azok elárulnak itt, de ő befut a célba. Ő Krisztusban kell át a halálon is. Dicsőség mindazért Istennek.